Kicsit magyarosbajos lett, de nem baj, hát ez egy aladin magyar kiadásba várja, hajladna, hogy megkrémezzen. Jó lesz? És hát adjuk neki egy szakállat is akkor már, egy ilyen háromszögű szakállat. Aladin megdörzsöli a lámpát, a Ginny pedig azt mondja, hogy... És akkor én pedig kívánhatok. Kívánhatok? Én azt mondja, hogy csiribúl csiribál legyen benne, hajlulhathatok. Megnézzük, hogy hogyan szuperál a Ginny. Mehet ki? Ide jön az első, oda jön a másik, középbe is. És akkor van valaki, aki nem kapott egyet sem és szeretne? Csiribúl csiribál legyen benne, karkötő. Megnézzük? Én pedig így szórom, az ajándékot. Én már megint dolgozni fogok, dolgoznak? Mi az én munkám? Kívánás! Ki szeretne ilyen munkát, szülők? Ki szeretne otthon ülni és kívánni? Anya, de jó, ott is van egy új ember, ott is van egy... Megdörzsölöm, a Ginny pedig azt mondja, hogy... Én most valami extrát kívánok. Valamit, ami repül, meg mondjuk világít, sok van belőle, és a gyerekek tudnak vele játszani. Egyet lehet belőle felvenni, dobok oda is, ide is, ide is. Várjál, mert mondom, hogy kiborult. Egyet kérem, vegyetek fel belőle, többet nem. Azt kívánom, hogy kulcstartókat varázsolj bele a csoda kosarunkba, de dobókocka legyen rajta, jó? Mi a szabály? Hányat mernek vele vinni? Egyet. De jól neveltek lettek a mai gyerekek. Felkészülünk! Vigyázz! Kész! Raj! Gyerünk, csomagoljuk! Kinek szurkolunk? Lássa! A hölgyek kérik egy tapsot biztatásról a hölgyek. Jönnek a hölgyet biztatja? Gyerünk, 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 gyerünk már! Legyen benne világító karkötő. 100! 100! Észrelátok? Akkor figyelsz, így megküldöm. És akinek nem jutott, annak ugye mondtam a másikat is. Ezt is kiszórjam? Ezt pedig így fogom kiszórni, jó? Figyelj! Mind egy, kettő, három, négy, lépés előre. Egy, kettő, három, négy, megfordul. Hátatolat négy lépéssel, megfordul, és nagy mosoly a kamerának agyának. Nagyon szület!